Szevasztok, érem, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Ádival egy nyereményjátékban. Srácok, Coca-Cola-s labda, amivel Ádám dekázik, ugye már a csatorna kezdete óta itt van. Ő ugye már szét lett rúgva. Arra gondoltunk, hogy ezt a labdát aláírjuk, és kisorsoljuk köztetek, nézők között, meg lehet nyerni. Játszani már nem fogtok tudni vele focizni. Viszont én úgy gondolom, hogy az, aki tényleg szeret minket, annak egy tökéletes ajándék lesz arra, igen, hogy mondjuk kirakja a szekrényre, vagy emlékbe eltegye, mert majd mikor átlépik az 1 millió feliratkozót, akkor sokat fog érni. Úgy fog kinézni a nyereményjáték, hogy Instagramra kirakok egy képet erről a labdáról. Instagramon be kellene követni, kommentben leírni a YouTube csatornátoknak a nevét, és feliratkozni YouTube-on. Minden információt meg fogtok találni róla Instagramon, sőt szerintem a Facebookra is ki lesz rakva. A nyereményjátékot akkor fogjuk kisorsolni, a labdát, hogyha elérjük az Instagramon az 1500 követést, vagy a YouTube-on az 5000 feliratkozást. Akkor lesz kisorsolva a labda. Ezt a labdát most gyorsan aláírjuk az Ádival. Rúgunk vele egy crossbart, és az a crossbar lesz az utolsó, amit ezzel a labdával csinálni fogunk. És utána már annak a kezébe lesz remélhetőleg, aki megnyeri ezt a labdát. Szóval a dolgotok nem más. Instagramra felmenni, bekövetni, a kép alá beírni a YouTube csatornátoknak a nevét, és feliratkozni a YouTube-on. Nagyon fontos, hogy mind a három feltételt teljesítsétek, mert ha 1500 követés meg lesz az Instán, akkor sorsolunk, vagy 5000 a YouTube-on, valamint az Instagram kommentek alapján fogom kisorsolni a labdát. Ugye mindenféleképpen kommentben a YouTube csatornátok neve jöhet. Na srácok, Ádi még kiegészítette egyébként az aláírását, egy ilyen cudar jelzőt is kapott a labda. Srácok, tehát akkor ezt a labdát lehet megnyerni, az utolsó lövés egy crossbar lett vele. Én ezt most felviszem a lakásba, és addig nem hozom le onnan, amíg ezt valakinek postára nem kell adjam. Vagy hogyha közelben lakik, akkor elvisszük neki. Reméljük, hogy tényleg jó helyre fog kerülni a labda. És ezt nem azért sorsoljuk ki köztetek, mert ez egy akkora nagy érték. Meg hogy odaadjátok a kutyának. Igen, hanem tényleg azért, hogyha valaki annyira szimpatizál velünk, vagy olyan régóta követ minket, akkor ő neki legyen egy gyerekéje. Valószínű egyébként, hogy engedünk is le a labdából, nehogy addig eldurranjon, amíg valakinek ezt oda kell adni. Úgyhogy srácok, kezdődjön a verseny a labdáért. Sok sikert mindenkinek! Sok sikert, sziasztok!